Üdvözöllek! Adjuk meg az alábbi parciális differenciál egyenlet általános megoldását. Olyan UXT függvényt keresünk, amire tehát az lesz igaz, hogy háromszor az UT szerinti parciális deriváltja plusz négyszer az UX szerinti parciális deriváltja egyenlő nullával. Nézzük a megoldást. Keressünk első integrált az alábbi rendszerre. Mivel itt a T egy függvény, a pont az pedig idő szerinti deriválást jelent, ezért az időt most jelöljük tauval. Válasszuk szét a változókat. Mivel a jobb oldalak megegyeznek, ezért a bal oldalaknak is egyenlőknek kell lenniük egymással. Ezt az összefüggést kapjuk, amit ha rendezünk, ezt az egyenletet kapjuk. Nézzük meg, hogy ez az egyenlet exakt-e. Igen, ez az egyenlet exakt. Tehát létezik egy olyan nagy f, xt függvény, az x szerinti parciális derivált mínusz 3, t szerinti parciális derivált 4. Az első egyenletet, ha integráljuk x szerint, akkor azt kapjuk, hogy mínusz 3x plusz konstans, de a konstans függhet a t-től. Ezt helyettesítsük vissza a második egyenletbe. Akkor azt kapjuk, hogy 4 egyenlő c vesző t, tehát a ct egyenlő 4t plusz c, de azt a c konstanst választhatjuk nullának. Ezért az fxt egyenlő mínusz 3x plusz 4t. Tehát az UXT egyenlő fi, és itt az argumentumba ezt kell beírnunk, hogy mínusz 3x plusz 4t. Ahol a fi az egy tetszőleges, folytonosan deriválható függvény.